Sziasztok, üdvözlök mindenkit, mivel rég volt már ilyen, és úgy néz ki, hogy a mai nap egy elég eseménydús és izgalmas dolgokkal tarkított kis délután és este lesz, ezért úgy gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen kis régen volt már ilyen daily vlog jellegű kis videót nektek, hogy ugye szoktam erőltetni, meg szoktam ezt nyomatni, hogy így ti is belelássatok egy kicsit a mi mindennapjainkban, ne csak a kész projekteket lássátok, meg a kész végeredményeket, hogy miből mi lett, hanem hogy az hogyan is lett, és például ez a videó, ez egy ilyen videó lesz, körülbelül hát 2-3, de akár 4 autón is át fogunk menni ez alatt a mondjuk 15-20 perc alatt, amit mi ti itt most látni fogtok, és nem is húzom tovább a hülye szöveggel az időt, ugyanis mögöttem már láthatjátok, hogy egy a csatornán még nem látott autó van éppen, amin Gab drága kollégám éppen az elektromos munkálatokat fejezi be. És hát ez így menet közben jutott eszembe már egyébként maga a sztori, ami volt vele már készen van, úgyhogy rakja össze, majd most fog következni rajta az én részem, de majd mindjárt megzargatom, aztán kifaggatom, hogy mi és hogyan is volt a kocsival, mi volt a baj, hogyan oldotta meg ilyesmi. Lesz egy Skyline-nal való mókázásunk ott kint, amíg Gab befejezi, akkor van ott még egy Szilviánk, este Daninak a JZX-ének a hátsó fékét fogjuk csinálni, meg ilyenek, úgyhogy csupa ekte EDM autó lesz a mai videónak a témája, de igazából nem is akarok tovább dumálni, mindjárt betámadom Gabot, aztán meginterjúvalom, hogy mi is a mai nap sztoria ezzel a kocsival kapcsolatban. Na, hát el is kaptam Gabot, kimászott, mert itt ilyen nagyjából ilyen... Így néztem. Igen, egyébként így is kurva jól nézel ki, úgyhogy nem számít. Szóval ott látom bent még lógnak a kábelek, meg relék, meg minden. Szóval az volt a sztori, hogy levette Pisti gyújtásról a kocsit, de ugyanúgy gyújtáson maradt. Nagyjából így leegyszerűsítve ennyi volt. Pontosan. Na, mi volt a megoldás? A megoldás az az volt, itt a jelenség az az volt, ugye amit mondott a Levi, én találtam egy relét, ami rongyá volt teljes mértékben oxidálódva, ami egyébként látunk ott az asztalon is, hogyha oda megyünk. Ez úgyis egy interaktív videó lesz, úgyhogy tudom mászkálni jobbra-balra, nem olyan szeg. Ő a srác, jól néz ki. Illetve ezzel egy időben véltem felfedezni azt, hogyha a gyújtásra rakjuk, levesszük, úgy marad, és ha lehúzom az ablakemelőt, a modult, vagy hogy mondjam nektek, a vezető oldali ajtóba, akkor elmegy a gyújtás. Aztán sikerült összerakni, hogy valószínűleg az történt, hogy ő elkezdett szórakozni. Ugye, látjuk, hogy néz ki. Néha működött, néha. Magyarul tönkrement a relé még korábban. Igen, és valaki ezt úgy oldotta meg, hogy egyből a modulra gondolt, kivette, és van benne 2 darab láb, az egyik az a gyújtás, ami velő igazából húzza ezt a relét, kapcsol saját magának egy erősebb tápot, amivel tudja mozgatni az ablakokat. Uh-huh. Viszont azzal, hogy ezt összekötötte, csinált egy öntartó relét, ezt úgy hívják, tehát hogy egyszer gyújtásra raktad, és ugye a tápján keresztül triggerelt saját magát, nem és nem vett el, és ugye az ő tápja, ez ugye visszafele is működik onnantól kezdve relén, az egyben van egyéb dolgokkal, és ezért nem ment el a ébren maradt gyújtás, relatíve. Igen, na és akkor ki lett cserélve ugye a relé, ki lett forrasztva az a kis stoppolás, egyébként ezzel a sárga kábellel oldották meg. És tényleg? Ja, ő volt konkrétan. Ő volt a sárga kábel. És működik. Aha. Akkor ezzel a kis kukaccal ők csináltak egy óriási nagy gebaszt. De ugye azután, hogy ezt megcsinálták, ez produkálta is. Tehát, hogy nem volt az, hogy ez jó volt egy darabig, hanem ez sose volt utána jó. Szerintem utána is adták. Igen. Lehet ezért adták el, lehet ezért tudta megvenni Pisti ezt a kocsit 100 000-ért. Viszont utólag is bocsánat, a hangom egy kicsit vagyok rekedve. De olyan a hangod, mint Tóth Andinak, mint nekem volt héten. Köszi. Úgyhogy ennyi. Ez volt most, illetve hát egyéb. Igen, vár azért még. Azért vannak még itt, tehát
Már itt mondtál valami, még zárlaton van a dudának a köre, vagy hát ugye fizikálisan én nem találok benne dudát, tehát a csatlakozóját sem, viszont a relé az zárlaton van, azt tudjuk, tehát hogy... Ja, úgyhogy ilyeneket még megoldunk rajta, aztán utána haladunk tovább, mert vannak futómű munkálatok, kuplunggal van, a vákumrendszerrel gond, úgyhogy... Úgyhogy játszok. Igen, Gab összerakja azt a részt, én azzal ott még szórakozok egy kicsit, aztán jöhet a meló része ott elől. Úgyhogy go! Egyébként már sokan ugye ismeritek, mert többször szerepelt már a csatornán különböző szerviz tevékenységek vagy ilyesmik kapcsán. A mostani feladat az egy viszonylag egyszerű, de azért mégsem annyira nagyon egyszerű dolog volt, ugyanis a szervó szivattyúja RB típusiba révén megadta magát ennek is. Többek között folyt az első szimeringje, a belső csapágyai szanaszét voltak menve, a hátsó nyomólapba görbület volt, síkolni kellett, tömítéseket, mindent ki kellett a belsejébe cserélni. Úgyhogy egy nagy felújításon esett át. Ugye ezt már összeraktam, mivel ugye későn kapcsoltam, hogy videózni kéne, úgyhogy ezt majd mindjárt még itt ezt a légbeszívó részt leveszem, és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki egy szépen felújított RB szervószivattyú, ugye kapott új szíjakat, meg mindent, viszont valószínűleg, hogy a generátor szíj még egy picit nyekereg, úgyhogy leszedem még itt az elejét, megnézem, hogy melyik szíjjal lehet probléma hidegindításnál, meg ugye még lecsekkolom a szervóolaj szintet, meg ilyesmit, meg kapott új szervóolajat, átjárattam az egész rendszert, meg ilyesmi, átnézek rajta még mindent, hogy tuti frankó. Aztán ezzel a kocsival ennyi, csak ugye itt a végére bekapcsolódva gondoltam, megmutatom, hogy ilyennel is egyébként milyen színvonalon tudunk szerencsére most már foglalkozni, ugyanis olyanra sikerült felújítani a szervó szivattyút, hogy ez konkrétan egy gyári katalógusba is beillene. Szerencsére tökéletesen működik azóta a kormányzás, ugye egy próbakört mentem bele, és már jónak tűnik, nem kellett órákat járatni, meg lépteleníteni, meg ilyesmi. Úgyhogy a kellő tevékenységeket elvégeztem rajta, ami szükséges, úgyhogy már még mindjárt szétkapom ezt a részt, megnézem a szíjakat, megmutatom nektek, hogy hogy néz ki a szervószivattyú, aztán nekiláthatunk az S15-ösnek. Így, hogy összeraktam a kocsi elejét már teljesen, még mielőtt visszaraknám azt a légbeszívó kis műanyagot, gondoltam megmutatom, hogy nektek, hogy hogyan is néz ki itt a felújított szervószivattyú. Hát ugye itt sötét van, úgyhogy próbálok a lámpával úgy világítani, hogy látszódjon. Hát annyira nem járok nagy sikerre, de így néz ki, kapott szép új szíjakat mindenhova, a szervó tökéletesen működik, úgyhogy itt még élesben vagyunk, ráteszem az állványra a kamerát, és indítunk is egyet, hogy minden frankó-e. Amit elkezdünk, az az, hogy meg kell vizsgálni az első féket, hogy miről való fék is ez, ugyanis úgy jött Japánból a kocsi, hogy már nem a gyári féke volt fent rajta, viszont eddig Pistiék nem tudták megállapítani, hogy minek is a fék ez. Én ránézésre azt mondom, hogy vagy
Z32 Twin Turbo, vagy R32 GTR, vagy valamilyen nagyobb kategóriás Nissané. Úgyhogy azt fogom most csinálni, hogy kiveszem a betéteket. Van nekem itt többfajta Nissan-nak, GTR-nek, meg ilyesminek a féke, és össze fogom hasonlítani vele. Mindezt azért kell, mert kell hozzá féket rendelni, csak ugye nem tudtuk eddig, hogy miért rendeljük hozzá, úgyhogy most megvizsgálom, szétszedem a féket gyorsan, aztán kiderül, hogy remélhetőleg kiderül, hogy minek a féke, és akkor az alapján meg fogjuk tudni majd csinálni a fékfelújítást is neki. Itt van a fékbetét, amit kivettem. Egy egészen biztos, hogy a 33 GTR-éhez képest nem stimmel. Ugye itt láthatjátok ti is, hogy elég nagy az eltérés a kettő között. Úgyhogy most előveszek egy Z32 fékbetétet, és megnézzük, hogy ahhoz. Csak azt elő kell túrnom. Úgyhogy azzal majd mindjárt összehasonlítjuk. Szerintem az lesz egyébként, csak ez kicsit nehezebb a hozzáférés, azért ezzel kezdtem. De hát nem baj, szétszedem, vagy előszedem azt, aztán meglátjuk. Na, hát itt nagy keresgélések árán meg is találtam a féket, ami kell nekünk. Mégpedig ő az, jaj, itt kidobtam a kamerába. Ugye, hát egyébként nem sokkal de azért vastagabb. Egy nagyon picit a formája más, de maga a felfekvés, a felfogatások, a padnak a formája ugyanaz. Úgyhogy ügy lezárva, Z32 Twin Turbo fék van rajta. Mindjárt itt előkészítettem már a mérőszalagot, hogy a tárcsát is lemérjem. Ja, 300-as a tárcsa, hát 296-osok, vagy 298-as nagyjából ugye ezeknek a tárcsája. Úgyhogy most már legalább tudjuk, hogy mi kell hozzá, meg lehet hozzá rendelni, és egy elég komoly fake upgrade-et tervezünk rá, hogy meg is lehessen állni, ugyanis ezek a tárcsák is jó vékonyak már, a betét is lefutotta már a kenyere javát, úgyhogy egyelőre ezt visszarakom, aztán majd ha megjön hozzá nyilvánvalóan az új cuccos, akkor összerakjuk majd az új fékkel, és Pisti boldogan fékezgethet óriásiakat. Úgyhogy ezt összerakom, aztán megyünk tovább. Kicsit kemény meneten vagyunk túl, ugyanis közben most már az én kocsimat is előre hoztuk, ugyanis megcsináltuk minden szerelést, meg ilyesmi, és a holnap van a drift edzés, előkészítettük az én kocsimat is, valamint hátul itt van ugye a JZX összerakva már, Pisti S15-ese, kint áll Balázsnak a Skyline-ja, úgyhogy elég nagy káoszon vagyunk túl, de most bepakoltuk már a holnapi edzésre a dolgokat. Ugye azt nem tudom, hogy említettem a korábban itt a nagy szerelgetések során, hogy amúgy az edzésre készülünk meg ilyesmi. Úgyhogy maga a műhely az már szinte teljesen üres, mert a tranzitból bepakoltunk. Úgyhogy majd bepattanok a kocsiba, kivisszük lemosni összesen 4 vagy 5 ilyen kocsival. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy azt még érdekes lehet nektek megmutatni, hogy hogy néz ki egy ilyen csoportos mosás itt meg készülődés nálunk. Úgyhogy mindjárt bepattanunk, még megverjük Danit, bepattanunk a kocsikba, aztán go! Ez itt a brigád. Ez a veszélyes brigád. Ezek meg a kocsik. Hát igen, itt felsorakoztunk szerényen. Így indulunk meg a mosós kis péntek esti péntek. Hát kis péntek, ugyanis csütörtök van. Hát kíváncsi vagyok, milyen látszani fogunk. Yeah.
próbálok úgy jönni, hogy lássatok. Hát beültünk a srácokkal a kocsiba, hogy azt mondtam, és eljöttünk mosni. Ugye itt lehet, hogy kicsit ilyen összevisszaságnak tűnt, szokás szerint, bocsánat, de az ilyen jellegű videókat sose tudom olyan nagyon összeszedetten csinálni. Hát ugye ez a vlognak a lényege, hogy ahogy történnek az események, úgy haladok vele én, és csak mindig annyi minden van, és úgy elúszunk ezekkel a dolgokkal, hogy nehéz így tartani a tempót. Viszont ugye mivel holnap edzés van, ezért elhoztuk ugye lemosni a kocsikat. És hát elég jól nézhettünk ki, ahogy négy, mondjuk úgy, hogy versenyautóval pattogunk végig itt a környék utcáin. És az van most, hogy megmutatom nektek, hogy hogy is nézünk ki. Ugyanis elég jó a látvány, mert hát ugye itt van az én kocsim. Itt egy random autó, ezt mindjárt a helyére beállt is. Dani is már most a jézék, tehát egész jól formát jöntött. Balázs már szinte végzett a Skyline lemosásával, sőt nem, végzett is. És Pisti pedig az S11-tel, ott várjuk a sorára. Hát így nézünk ki, ilyen egy csütörtök esti kocsimosás nálunk. Így a videó végéhez érve gondoltam, kicsit összegzem a dolgokat, ugyanis elkezdtem tök összeszedetten és kulturáltan videózni, aztán meg szokás szerint szétesett minden körülöttem, meg körülöttünk, úgyhogy az egész csak egy ilyen szerelős napi videónak indult, aztán átcsapott ilyen kaotikusban, mint mindig. Szokás szerint a felét nem tudtam levideózni annak, ami történt, ezért lenne jó, hogyha egy ilyen fix operatőr lenne itt mellettem. Csak az baj, hogy most többen ajánlották már fel, hogy jönnek videózni, de most nem tud, az vagy úgy működik, hogy tényleg mindig 0-24-1, vagy hát relatív 0-24 együtt vagyunk, és akkor úgy mindent fölvesz, mert mire szólok, hogy gyere, akkor jó tudok jönni, nem tudok jönni, amire ideér, már a fél életünk letelt, meg ilyenek, meg ugye a random dolgokat lenne jó felvenni, de az meg ugye nyilván ez úgy jön, ahogy jön, úgyhogy ez nehéz azért. Úgyhogy ne haragudjatok azért rám, hogy ilyen össze-vissza, vagy nem követhető, vagy kaotikus, vagy ugrándozós a videó. Ez sajnos amiatt van, hogy tényleg annyi, mert ha ilyen tök light lenne, mindent csinálna helyettem mindenki, nekem csak videózgatnom kéne, vagy ilyesmi, akkor jó lenne, de így, hogy mindent nekem kell kézben tartanom és intéznem, így azért nehéz pluszba erre is odafigyelni, de nem akarom ezt a dolgot túlmagyarázni, igyekszem, ahogy tudom, próbálkozom én is kidolgozni új formulákat arra, hogy hogyan lehetne közbeiktatni. Ezért volt ez, mint a kiállást más statívról felvettem, hogy legalább lássátok, hogy milyen az, amikor így egyszerre vonul ki ez a pár ilyen autó, meg ilyesmi, úgyhogy próbálkozom, még mindig van mit tanulni, nyilván lehet fejlődni ebben is, meg abban is, úgyhogy igyekszem, de most egyébként elsősorban itt a menésen, meg az edzésen, meg a szerelésen, a kocsikon, ilyeneken járt az agyam, nem ez volt most az első, de nem is akarom túlmagyarázni. A holnapi napról szeretnék mindenképpen videót összerakni, mármint a tököli edzésre, mert elég király kis brigád gyűlt össze, meg igazából a jó flash, jó feeling minden, aminek kell lennie. És hát ennyi igazából fejben, meg mind ahogy elfáradtam már, úgyhogy csak beszélek folyamatosan semmiről, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem azért tetszett valamennyire ez a kis vlog videó, aztán találkozunk legközelebb, szevasztok!